Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat. Szeretnénk egy olyan témakörről beszélni ezen az alkalommal, ami szinte máig meghatározza a mindennapjainkat, még akkor is, hogyha már elég régen történt eseményekről van szó. Ezek pedig a nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején. A hidegháború kifejezés ugye azt jelenti, a majdnem háború, 1945 után, miután véget ért a II. Világháború, egy hosszú-hosszú szakasz, egészen 1990-ig, amikor Európát és a világot tulajdonképpen két szuperhatalom határozta meg, az Egyesült Államok és a Szovjetunió, és az ő köréjük épült szövetségi rendszerek befolyásolták a világpolitika nagyon nagy részének a történéseit, és ezen időszakban majdnem háborúk is kialakultak, tehát egy olyan feszült időszak volt, amikor a világ ugyan nem keveredett totális háborúba, mert az újabb világháború kitörése elkerülhetetlenül az egész világ pusztulásához vezetett volna, az atomfegyverek, majd később a hidrogén bomba miatt, ezt belátták az adott szuperhatalmak, viszont ebben a hidegháborúban egyes pontokon, egyes területeken mégis pattanásig feszült a húr, és tulajdonképpen többször is a háború szélére sodródtak az egymással szemben álló államok, illetve szövetségeseik. Ezekről a forró pontokról szeretnék beszélni ez alkalommal. Az első ilyen rögtön Németország. A Németország helyzete a háború után meglehetősen sajátos volt. A nyugati részeket három nagy hatalom tartotta megszállás alatt, az Egyesült Államok, Anglia és ugye Franciaország is kapott bizonyos megszállási területeket. A keleti részeket, a későbbi Kelet-Németország vagy NDK területeit a szovjet hadsereg szállta meg, ami azt a számukra szerencsétlen állapotot is jelentette, hogy itt a kommunizmus elkerülhetetlenül a hatalomra kerül, hiszen mindazon kelet-európai országokat, amiket a Szovjetunió szabadított föl, és üztek innen a megszálló náci csapatokat, nem hagyta meg a választás lehetőségét, hanem saját rendszerét, a kommunizmus egypárti diktatúráját erőltette a térségre. A nyugati résszel nem így volt, tehát Németország tulajdonképpen két részre oszlott, kialakul majd egy német szövetségi köztársaság, látjuk is a képen, a három nyugati megszálló zóna egyesítésével, és kialakul egy német demokratikus köztársaság, a nevével ellentétben ez egy sztálinista állammodell volt, egy kommunista ország. A kis képen, illetve a baloldali képen, jobboldali képen látható, hogy magát a fővárost, az egykori főváros Berlint is ketté osztották, és itt épül majd ki a híres berlini fal, ami az egész megosztottságnak egy emblematikus képe, és nem csak ennek, nem csak Németország megosztottságának, hanem a kelet-nyugati szembenállásnak, ami meghatározta az úgynevezett vasfüggönyt is, észak-déli irányban egy több mint 3000 km hosszan kiépített drótakadályról, elválasztó falakról és Berlinben pedig valóságos falról is lévén szó. Ezek a forró pontok, tehát amiről említést tettem, a hidegháborúnak azok a pontjai, amikor majdnem kitör a háború, az elsődleges területe, vagy amit elsőként tárgyalnánk, ez pontosan Németország és közelebbről Berlin. Az első forró pont 1948-ban következik be, amikor Berlint blokád alá veszi a szovjet hadsereg. Ez a blokád ugye azt jelenti, hogy a megosztott Berlin, aminek nyugati fele demokratikus és nyugati mintájú volt, a keleti felén viszont egyre inkább az egypárti szovjet típusú állam alakult ki a maga diktatúrájával. Fal még nem volt, és ezért nyilván a mászkálás, a járkálás a nyugat és kelet között, ha egyre nehezítették is a kelet-berliniek átjutását, viszonylag lehetséges volt. Ezt ugye úgy látták a keleti elvtársak, hogy egy idő után már nagyon káros lesz, hiszen a legértékesebb emberek és a vagyontárgyak és a tudás és a tőke kiáramlik a nyugat-berlini részre, és ezen keresztül Nyugat-Németországba. Ez a blokád tehát meg akarta folytani ezt a városállamként, szinte városállamként működő Nyugat-Berlint. A nyugatiak és elsősorban az amerikaiak ezt úgy kerülték ki, úgy oldották meg,
hogy egy úgynevezett légihidat hoztak létre, amely légihíd az ellátást biztosította a hermetikusan lezárt Nyugat-Berlin felé. Ki is alakult egy olyan beceneve az érkező gépeknek, szállítmányoknak, hogy mazsola bombázók, amit gyerekek adták ezt a nevet, körülzárt Nyugat-Berlinnek a gyermekei, hiszen ezek a gépek nem csak alapvető élelmiszereket, hanem néha édességet is hoztak a nélkülöző városba. A következő ilyen forró pont még mindig Berlinhez köt minket, ez 1953-as munkás felkelés. A sztálinizmus, kommunizmus ugye híres arról, hogy az emberi szabadságjogokat megszünteti, hol lépésről lépésre, hol egyszerűen egy tolvonással, és ez Kelet-Berlinben és egész Kelet-Németországban végbe ment. Az első ilyen jelentősebb felkelés, tüntetés sorozatból indult, leverték brutálisan, sortüzekkel, kivégzésekkel, ez volt a Kelet-Berlini felkelés 1953-ban, pár napos eseményről volt szó. Mégis volt annyi hatása, hogy az időközben hatalomra került Hruscsov, aki tulajdonképpen nem régen került hatalomra, ugye Sztálin 1953-as halálával egy évben történt a Kelet-Berlini felkelés, és Hruscsovnak az első úgymond nyitáshoz vagy lazításhoz tartozó lépései, amikor mindenképp akarta bizonyítani, hogy másképp gondolkodik, mint az általa később leleplezett Sztálin, egy utat tett Johnson elnökkel találkozott az Egyesült Államokban, ez még egy eléggé formális találkozó volt, nem mondhatni, hogy annyira fontos megállapodások születtek, viszont a tapogatózás, a kapcsolat fölvétele megtörtént, az addig mereven és ugye meglehetősen agresszívan szemben álló Kelet és Nyugat között. 1956-ban viszont fordul a kocka. Nem kis részben ugye magyarországi események miatt a mi 56-os forradalmunk, amire méltán büszkék lehetünk, a világpolitikában is jelentős tényező volt. És ugye Nikita Hruscsov itt is először egy ilyen óvatoskodó politikát folytatott, de aztán úgy döntött, hogy ezt a felkelést, magyarok forradalmát véglegesen el kell tiporni. Ez november 4-én ugye megtörténik 1956-ban. És nem kis részben a szerencsétlenségünkre azért, mert egy másik forró pont is ugyanebben az évben, ugyanekkor kialakult, ez a Suezi csatorna két oldalán, ugye Izrael és Egyiptomnak az ellentéte, illetve az angolok, franciáknak a beavatkozása ebbe a konfliktusba, ami szintén egy nagyon feszült pont volt a világpolitikában. Ez a két esemény és 1956-ban tulajdonképpen Hruscsovnak arra adott lehetőséget, hogy a keményebb arcát is megmutassa. Ez elsősorban a saját, hát azt mondhatnám, nem pontos a szó, ellenzékének kellett egy bizonyíték, hiszen Sztálin halála után még évekig az apparátusban azért megvoltak azok az emberek, akik a kemény kéz és a határozottabb és erőteljesebb birodalmi fellépésre adtak volna sürgetést. 1950-es évek végéhez értünk, amikor egy fontos újabb esemény, ami még mindig Berlinben történt, a berlini fal fölhúzására kerül sor augusztus 12-én, ami, mint említettem, ugye jelképeivel is meghatározta a Kelet-Nyugatnak a szembenállását, és a vasfüggönynek a legismertebb szakaszáról van szó. Ezt a falat azért húzták föl, ugye színleg az NDK vezetői arra hivatkoztak, hogy a Nyugattal szembeni védelemként, ez óriási hazugság volt, mint ahogy a kép is mutatja, inkább a saját polgáraiknak az átmenekülését Nyugatra szerették volna megakadályozni, hiszen pár éven belül 2,5 millió ember elhagyta a demokratikusnak nevezett, de abszolút nem demokratikus, hanem diktatórikus Kelet-Németországot. Itt egy határos szökését láthatjuk az utolsó pillanatban, és kialakul egy olyan kettős falrendszer, ami aztán világhírűvé válik, és ugye több évtizedig fönnmarad, egészen 1989. november 9-én ütnek rést először, ami aztán az egész rendszerre egy mondhatnánk halálos csapást fog mérni. A Kelet és Nyugat közti óriási szakadékot, tehát jól jelképezi a berlini fal,
amit áthatolni, átmászni, ugyan folyamatosan próbáltak a keletről nyugatra igyekvők, menekülők, sok-sok halálos áldozattal jártak ezek az akciók, de némelyeknek sikerült különböző módszerekkel, alagutakat ástak, volt, aki önmaga gyártotta a repülőgépet, hőlégbalont készített, és itt láthatjuk ugye, hogy a városba érkező Kennedy elnök is Hruscsovnak mondhatnánk a legfőbb ellenfele, de egyben vitapartnere is, számos találkozón vettek részt, és néha egymásnak feszültek olyan kérdésekben, amiről majd beszélni fogok. Egy emelvényen áttekint a szabad nyugatról a zsarnokság alatt lévő Kelet-Berlinbe. A következő forró pont, vagy nagy konfliktus terület, ez Ázsiába vezet át minket, a koreai háború, ami meg fogja határozni azt a térséget, a koreai félszigetet a mai napig terjedő módon. A koreai háború, mint ahogy a későbbi vietnámi háborúra szintén igaz lesz, Japán megszállástól indul ki. Ezt a térséget ugye az agresszív japán birodalom még a II. Világháború előtt és alatt számos térséget nagyon keményen elnyomott és az uralma alá vont. Ezen területek egy jelentős része európai hatalmaknak a birtokában állt, de természetesen a japán uralom végén fölmerül majd az a kérdés, szinte mindegyik országban, Vietnámban is, és először Koreában fogjuk ezt látni, hogy mi legyen a későbbi fejlődésnek az útja. A japánok elleni fölkelésnek, ellenállásnak két fő csoportja alakul ki Koreában. Az egyik az északi területek, akik a kommunista fölkeléseket, a kommunista gondolatot tartják vezérelvüknek. Egy Kim Il-sung nevű fiatal kommunista, akinek ugye mai napig is a családja dinasztikus módon uralkodik Észak-Koreában. Ennek a rendszernek az alapjait ők ott leteszik, de a polgári délen, tehát abban a részen, amit Dél-Koreának hívunk, a kommunizmus helyett egyfajta nyugati, fejlett kapitalista építkezést indítanának el. Hozzátartozik egyébként a képhez érdekes módon, hogy a japánok korszakában, az előtti korszakban még az északi rész volt jóval fejlettebb, és a déli rész lesz az, aki szegényebb, de jelentősen fordul a kocka a 20. századnak a második felében. 1948-es fontos év Koreának a történetében, amikor mindkét állam megalakul, egy kettéosztottság alakul ki, ugye Észak-Koreát a Szovjetunió támogatja, déli Koreát pedig, ahol Lin Sin-ma nevű vezető kerül uralomra, azt az Egyesült Államok támogatja, és csapatokat is későbbiekben majd be fog vetni a térségben. Mikor lesz ebből háború? 1950-től az északiak, tehát a kommunista északnak az emberei betörnek a déli területekre, és egyszerűen elfoglalják egész Dél-Koreát, amire az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezete sem hagyja jóvá, természetesen agresszornak minősíti Észak-Koreát, és mintegy felkérik egy ENSZ határozattal az Egyesült Államokat, hogy állítsák helyre az országnak azt az eredeti állapotát, ami megosztottság volt ugyan, de a déli résznek a nem kommunista jellegét biztosította. Így amerikai katonák kerülnek a félszigetre, az északi részre pedig kínai katonák, így mindkét területen erőteljes idegen beavatkozás valósul meg. A végeredménye a képen is látható határvonal lesz, ami ma is létező fegyverszüneti vonal, az ő Panmunjomi határvonal, ami az északi szélesség 38. fokán alakul meg, és a mai napig is ketté választja Koreát, ahogy láthatjuk is ezen a képen. Ugye Németországhoz hasonlóan hosszú ideig, még a mai napig is Észak- és Dél-Korea az a kommunista és a nem kommunista államoknak a szembenállását egymás mellett, de egymással tulajdonképpen szembenállást kifejezve a megvalósulását jelentik. A két ország rész természetesen eltérő fejlődést mutat be, és ahogy említettem,
teljesen megnyilvánul, hogy a kommunizmusnak az igazi gyümölcsei azok évtizedeken keresztül, hogyha hagyják és van lehetőségük, akkor elkerülhetetlenül szegénységhez, elmaradottsághoz, a szabadságjogok hiányához vezetnek, ahogy ez eléggé köztudott, hiszen Észak-Korea ma is azt a modellt valósítja meg, amit itt körülbelül nálunk az 50-es években ismert meg Magyarország, magyarországi sztálinista államkísérlet Rákosi Mátyás vezetésével. A Dél-Korea sorsa sem olyan jól alakult kezdetben, mint ahogy azt most ismerjük a világcégekről, illetve a dél-koreai fejlett országnak a jó híréről mondhatjuk, hiszen Ázsia egyik legfejlettebb ipari állama. Kezdetben katonai diktátorok váltják egymást, és a demokráciát eléggé szűk mesdjén tartják, szólásszabadságról alig van szó. De végül a 80-as években aztán fokozatosan demokratizálódik az állam, és mint ahogy említettem, egy olyan gazdasági csoda, egy földgyorsuló gazdasági fejlődés lesz az uralkodó, ami aztán mai napig is Koreát az egyik legfejlettebb dél-kelet-ázsiai országgá teszi, egyikévé a híres ázsiai kis tigriseknek. Zárójelben, de azért fontos megjegyezni, hogy a lakosságnak itt a legnagyobb százaléka az összes ázsiai ország közül, aki keresztény hitet vall, tehát valamelyik keresztény irányzathoz tartozik. Vietnámra szeretnénk áttérni. A vietnámi háborúkat nevezhetjük indokínai háborúknak is, még a régi gyarmati nevükön, ahol szintén japán megszállás az az origó, az a nullapont, amiből kiindulnak az események, amiről szeretnénk beszélni. A japán megszállás végeztével északon megint csak érdekes módon hasonlóan Koreához kommunista jellegű kísérletek vagy államszervezés kerül sorra. Az itteni vezetőt Ho Chi Minh-nek hívják, ma így hívják egyébként Vietnámnak a fővárosát is, Ho Chi Minh városnak, aki a Viet Minh nevű hadsereget szervezi meg. Ez tulajdonképpen egy önkéntesekből áll nagyon harcos hadsereg, ezt nevezik majd később kicsit gúnyosan Viet Congoknak, az amerikaiak és a déliek. Megfigyelhető a kínai csapatoknak és a támogató jelenléte. Délen pedig ugye egy másfajta államépítés folyna, ahol a franciák egyelőre nagyon jelentősek, és szeretnék is visszakapni nem csak ezt a területet, hiszen ez egykori gyarmatukról van szó, hanem az északi területeket is. Így gyakorlatilag kialakul az első indokínai háború 1946-tól 54-ig, amit aztán a franciák elveszítenek. Az utolsó jelentős csata egy erődjüknek a felszámolása volt, rendkívül véres körülmények között, a Dien Bien Phu-i ütközet 1954-ben. Ezután ketté osztottá válik az ország, Koreához hasonlóan, de ugye a mai állapota már nem ez, és szeretnénk megvizsgálni, hogy hogyan változnak meg a dolgok. Az Egyesült Államoknak a beavatkozása lesz tulajdonképpen a világ számára is ismert úgynevezett vietnámi háborúnak az eseménytörténetnek a jelentős része. Már ezt megelőzően is ugyan volt egy belső háború a kommunista észak és a polgáriasult, vagy inkább nem kommunista dél között, ami egy belső konfliktus volt. Majd sor kerül a híres tonkini incidensre. Ez azt jelentette, hogy két az öbölben száll az egyik tengeröbölben állomásozó amerikai csatahajót észak-koreai támadásért, amire az amerikaiak válaszolnak, és egyre több katonát küldenek a délieknek a megtámogatására. Ez Johnson elnöknek az idején történik már, aki 1966-ban és aztán egyre az egymás követő éveken is folyamatosan, de 1960-ban már 300 ezer amerikai katona harcol Vietnámban. Most igen hamar rájönnek az amerikaiak arra, hogy ez egy aszimmetrikus háború. A kifejezést fontos megtanulnunk. Az aszimmetrikus háború azt jelenti, hogy bár a legfejlettebb fegyvereket vetik be az amerikaiak, itt láthatjuk a félelmetes napalmbomba támadást, amivel erdőket lehetett kiirtani, az erdők, dzsungelek veszélyesek voltak számukra, hiszen a helyi viszonyokat jól ismerő Vietcong hadsereg erdőkből és erdőkben épített csapdákban nagyon nagy életveszélyt jelentett a reguláris benyomuló amerikai haderő számára, és bár hiába voltak fejlettebb fegyvereik, repülőik, helikoptereik,
és tulajdonképpen az atombombán kívül mindent bevetettek szinte, fokról fokra nem tudtak győzni. Ugye katonailag nem szenvedtek vereséget, de egyre növekedett az áldozatoknak a száma, végén aztán 58 ezer amerikai polgár veszíti életét az Egyesült Államokban, és igazából a vietnámi háborúról szokták mondani, az amerikaiak ezt saját hazájukban veszítették el. Ugyanis közben jelentősen változik a társadalom. A 60-as évek sokféle társadalmi forradalma és életmód változásának az egyik katalizátora pont a vietnámi háború volt. A fiataloknak jelentős része nem akart bevonulni a hadseregbe, akkor még ugye nem volt hivatásos hadsereg, legalábbis nem olyan mértékben 100%-ig, mint ma az Egyesült Államokban, és számos besorozott fiatalt vittek akarata ellenére Vietnámba harcolni. Ugye kialakulnak a erőteljes háború ellenes mozgalmak, felvonulások, tiltakozások, és így egyre inkább tarthatatlanná válik, hiszen egy demokratikus ország nem viheti háborúba a fiataljait, hogyha nem egy mindenki által, vagy legalábbis a többség által támogatott ügyről van szó. Így az új elnök 1969-ben már megteszi azokat a lépéseket, Nixon elnökről van szó, akinek ugye nem túl jó a hírem, hiszen elnökségének a végén a Watergate üggyel erőteljesen hát beszennyeződik az ő hírneve, bár számos más fontos és jó lépést is tesz, így például ő kezdi meg a vietnámi háborúnak a felszámolását, leállítását, úgyhogy a csapatokat fokozatosan kivonja a térségből. Majd 1973-ban a párizsi megállapodásban végül is elismerik azt, hogy az északi csapatok, bár nyilván ez nem esett jól a déli másképp gondolkodóknak, az egész országra kiterjeszthetik a hatalmukat. Ez ugye nincs benne a megállapodásban, csak az amerikaiak elhagyják a térséget, és a magukra maradt délieket már nagyon könnyedén az északi kommunista erők, a Vietcong csapatok bekebelezik, és így ma egy egységes, bár nem demokratikus ország, a vietnámi szocialista köztársaság alakult ki, ami hát nem egy olyan kemény diktatúra, mint az észak-koreai, de nem egy szabad és demokratikus állam, hanem egy kommunista állam. A következő és mai foglalkozásunkon az utolsó ilyen feszült pont vagy konfliktus forrás az 1962-es kubai rakétaválság. Itt láthatjuk a karikatúrán, ami nagyon jól kifejezi ennek az egész időszaknak, a hidegháborúnak a légkörét. Hruscsov szovjet és Kennedy amerikai vezetőnek a szkanderozását, akik kölcsönösen egy-egy hidrogénbombán ülnek. A két vezető képét is láthatjuk azt, hogy és az aláírt idézetben, hogy tulajdonképpen egy pattanásig feszült helyzetről van szó. Ha az eddigiek talán nem lettek volna még eléggé éles pontok a hidegháborúban, elmondhatjuk, hogy a rakétaválság volt az, és főleg az a 13 nap, amikor a feszültség a csúcsra hágott, hogy a legközelebb kerül a világ a tényleges atomháborúhoz, ami pedig ahhoz vezetett volna, hogy elpusztítják a világot, és megszűnik a Föld az élet, megszűnik a Földön az élet. Mik ennek az előzményei? Fidel Castro, egy fiatal kubai jogásznak a forradalma, ami kizökkentette Kubát abból a korábbi helyzetéből, amit Amerika partjaitól mintegy 120 kilométerre élvezett, vagy pedig hát a lakosok egy része talán úgy láthatta, hogy ez megalázást jelentett számukra. Minden esetre Kuba az amerikaiaknak egy ilyen üdülő paradicsoma volt, kaszinók voltak, mulatóhelyek, hotelek, és ugye az amerikai nagytőke is jelen volt iparvállalatok terén. Egy meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben volt Kuba, amit a helyi erők és különösen a baloldali gondolkodású fiatalok nem néztek jó szemmel, bár a későbbiekben azért kiderült, hogy viszonylag a későbbi kommunista államhoz képest jelentősen jobb életszínvonalat biztosított ez a rendszer. Fidel Castro és harcostársa és a képen látható Ernesto Che Guevara híres forradalmár, aki egy argentin orvos volt, polgári családból származott, tulajdonképpen
átveszik a hatalmat, forradalmat alakítanak ki, földosztást csinálnak, a társadalom lecsúszott szegény rétegeinek mindenféle hát népjóléti intézkedéseket, ekkor még nem teljesen kommunista irányba hajlanak, viszont az amerikaiak érdekeit sértik, az ő iparvállalataikatnak is korlátozzák és szankciókkal sújtják, és ezért több kísérletet is szerveznek, részint titkos szolgálati eszközökkel, részint, amit láthatunk, a híres disznóöbölbeli partraszállás folyamán, ahol emigránsokat szerveznek, kubai emigránsokat, akik aztán partraszállnak, és egy sikertelen fegyveres akcióval megpróbálják Fidel Castro-t eltávolítani. 1961-ben történik ez. Láthatjuk a karikatúrán is, hogy az amerikai tőke és a fiatal kubai állam közötti konfliktusról van szó. Természetesen Fidel Castro ekkor, látva az amerikai ellenállást, egyre inkább az ellenfélhez sodródik, és ez pedig a Hruscsov vezette Szovjetunió. Ez a Szovjetunió készséggel segít, és ebből fog majd kialakulni a kubai rakétaválság. Vessünk azért egy pillantást, a két Kubára láthatjuk, hogy a Castro előtti Kubának ugye tele volt amerikai autókkal, és ami nyilvánvalóan egy életformát is jelentett, és a mai Kubának pedig ugye láthatjuk a hát viszonylag egyhangú panelvárosait, bár pont az utóbbi években igyekeznek a turizmuson keresztül egyfajta nyitást megvalósítani. Viszont az országot akkor is, ma is számos menekülő igyekszik elhagyni, akik a kommunista berendezkedéssel nincsenek érthető módon megelégedve. Még egy szót beszéljünk talán a forradalomról. Ernesto Che Guevara, aki azért tartok fontosnak, mert tulajdonképpen a mai nyugati tömegkultúrába is furcsa mód beépült, és a mostani nyugati eseményeknek is talán újra az egyik ikonja lesz, teljesen meg nem érdemelt módon. Őt később aztán egy másik helyen is harcolt eszméért, és úgymond áldozat lett, tehát kivégezték egy tűzharcban, de végül is a kommunizmus megvalósításáért küzdött, amit sem, főleg a mi térségünkben nem mondhatnánk egy előremutató területnek. Na most visszatérve a kubai fejlődésre, az első úgymond riadalmat, ami gyakorlatilag Castro rendszere okozott már, a megbuktatási kísérleteket leszámítva, az U-2-es repülőgépek, híres U-2-eseknek a felvételei jelentették. Ezek a kémrepülőgépek azt olyan fotókat szállítottak az Egyesült Államok vezetéséhez, hogy a szovjetek, akik ugye kapcsolatokat építettek a kubai vezetéssel, rakétákat igyekeznek szállítani, és ezek az előkészületeket már meg is tették, a kémfelvételek egyértelműen bizonyították. Ugyan nem voltak még ott az atomrobbanó fejek, de vélhető volt, hogyha ezeket is meghozzák a szovjetek hajói, akkor Amerika egy hatalmas veszélybe kerül, soha nem látott közelségbe fognak a szovjet rakéták kerülni. Kennedy elnök híres beszéde azt fogja bizonyítani, hogy itt valóban 13 olyan nap következik, amikor az Egyesült Államok lakossága egy valódi félelmet él át a világháborútól és az atomháborútól. Az egyetlen, amit az ő szempontjukból tehetnek, azt megteszik, blokádot hirdetnek a kubai sziget körül. Ez a blokád azt jelenti, hogy semmilyen további hajóközlekedést nem engednek meg Kubába. Tehát lezárják hermetikusan az országot a hajók elől. Itt közben láthatjuk, hogy a szovjet atomrakéták azért nem voltak játékszerek, és ilyen hatalmas, nagy pusztító rakétákat igyekeztek telepíteni. A hatótávolságuk az bőven elérte az Egyesült Államoknak nem csak a déli, hanem az északi területeit is. Azt láthattuk, hogy ebben a 13 napban mindkét félnek engednie kellett, mert tulajdonképpen a világ elpusztult volna, és ezt végül is felelős döntéssel sikerült nekik megakadályozni. A világ azt látta meg jelentős stresszek és izgalmak után, hogy egy kompromisszum születik. Az Egyesült Államok rávette arra Hruscsovot,
hogy nem törik át azt a blokádot, amelyet vontak ugye Kuba köré, és tulajdonképpen visszafordítják az atomrakétákat. Ennek az ára az volt, hogy Törökországból, amely NATO szövetséges, kivonták a saját Jupiter típusú rakétáikat az amerikaiak, tehát ez a kompromisszum létrejött, hogy mind a kettő a közvetlen közelben lévő ellenséges rakétákat rábírta arra, hogy távozzanak a határaik közelségéből. Egy további fontos következménye a kubai rakétaválságnak, hogy kialakul az úgynevezett forró drót a két nagyhatalom első számú vezetői között. Ez a forró drót azért is volt fontos, mert előtte nem volt olyan közvetlen kapcsolat az első számú vezetők között, ami akár ilyen életveszélyes helyzeteket nagyon könnyen megakadályozhat azáltal, hogy az érintett konfliktusról azonnal tudnak beszélni egymással. Így hát a hidegháború második felében, bár lesznek ilyen forró pontok, ezt a forró drótot, a közvetlen telefonvonal lehetőségét mindkét érintett ország, az Egyesült Államok és a Szovjetunió is használni fogja. Ami még Kubához tartozik a mai napig is, a Guantanamo nevű támaszpontnak az érdekes története, ami tulajdonképpen egy kicsike Amerika Kubának az egyik partvidéki részén, egy kis támaszpont, ahol amerikai tengerészgyalogosok állomásoznak, és úgy került a világ hírekbe, hogy az itt létrehozott börtön vagy vizsgálati táborba vitték azokat az iszlamista terroristákat, akiket a különböző arab országokban az ott lévő háborúk során elfogtak az amerikai csapatok. És végül szeretnék érdekességképpen két filmet, ajánlatot megmutatni, hát ha valakit érdekel a téma, az egyik a 13 nap címmel amerikai szempontból mutatja be a kubai rakétaválságot, a másik pedig az egy motoros naplója Ernesto Che Guevarának a sorsát egészen addig, hogy miért is lesz ő forradalmár, bemutatja az egy motoros, vagy a motoros naplója című filmben. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra!